A búzatéri piac nem csak a napi élelem beszerzésére teremt lehetőséget, hanem teret ad a találkozásoknak is. Ezen a héten már érezhetően kellemesebb meleg fogadja majd a vásárlókat, és kedvezőbb árakkal kell számolniuk az üzletek standok bérlőinek is. A tavalyi évben az üzemeltető és az árusok közösen hozták meg a döntést a tekintetben, hogy az elszabadult energiaárak idején ne legyen fűtés az épületben. A piaszcsarnok meglévő fűtési rendszerét, ami ugye az épülettel együtt egy körülbelül 40 éves technikáról beszélünk, ennek a korszerűsítésébe kezdtünk bele. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a tavaly az energiaválság idején az a döntés született itt a piaszcsarnokban közösen a bérlőkkel, hogy tavaly nem fűtöttünk egyáltalán. Ugye a piaszcsarnoknak egy távhőközpontú fűtési rendszere van, és a távhőköltségek rendkívül megemelkedtek a tavaly évben. Ez marhára megijesztett mindenkit, és a bérlők tavaly közös döntésével egyáltalán nem volt fűtés. Na most ez ugye az épület állag megóvása érdekében egy nagyon veszélyes döntés volt az elfagyás veszély miatt, úgyhogy már akkor elterveztük azt a fejlesztést, hogy egy alternatív fűtési lehetőséget tudjunk kialakítani a piaszcsarnokon belül, illetve a meglévő távhőalapú fűtési rendszert egy korszerűbb vezérelt technikával tudjuk működtetni. A munkálatok során a légfüggöny és a hőcserélők gazdaságos üzemeltetésének megvalósítása a téli hónapokra, továbbá a nyári időszakra a helyiség fűtése és páramentesítése is rendeződik a most felszerelt klímaberendezések használatával. Távhőrendszer mellett egy split klímás hűtőfűtő rendszerrel lesz kiegészítve a piaszcsarnoknak a fűtési rendszere, ami kettő együtt kommunikálva tud majd egy temperálást a csarnokon belül, ami kifejezetten arról szól, hogy nem a üzleteknek a fűtési köréről beszélünk, hanem a közös tereknek a fűtéséről, és a közös terekből lesz megfűtve ezáltal a piaszcsarnok minden helyisége. Célunk az, és arra törekedtünk ezzel a változtatással, hogy a most már megnyugodott energiaárak mellett, de még mindig magas árak mellett a bérlőknek a közüzemi költségeit nyilván tompítani tudjuk, mert még mindig relatíven magas az üzemi költség. Emellett az állagmegóvás, az épület állagmegóvása, hát természetesen az ide látogató komfortérzete az mindenképp fontos. Kovalec Róbert elmondta azt is, hogy az itt árura bocsátott termékek frissessége is nagyban függ attól, hogy megfelelően temperált-e az adott épület. A fejlesztő munkálatok még az idei évben befejeződnek.